Na hát kezdjük a kis pirom srác, sziasztok amúgy megint. Ő itt egy szubormotor. Akarom mondani, igen, tehát egy asszal az ő működik. Egyébként tökéletesen működik, csak hengerfejes. Ha kijelentik így négy párc, nem? Nem, az benne van. Ja? Ez a névon fáca. Ja, hülye, itt egy kis vastag, amit van. Hát nem megyek el alatt után egyedik. Érte, hát azért csak várjuk ilyen tentjára. Na, ez is tökéletesen működik, tökéletesen működik. Elvették a programját, tetszik. Mert túl gyorsabb ment, érted? Bár nem a sofőr a kocsi. Megjelent. Na, itt van egy csomó alkatrész. Itt van Benny, ahogy tetszik a kocsin. Igen, ez a kocsi. És itt a Lada, ami mindig jó és működik, és szép és okos, meg ilyenek. Ezt már sokat láttátok, hogy ment is, meg harapok. Itt a Lada, ez már mindjárt készen van. Ennek a motorját fogja megkapni. Csak hát azért, mert már látom, hogy kicsit sáros, meg már van szarva van ilyenek, de egyébként működik, de... Kicsit lapos. Hát az eresztettem, úgy kell, én mondtam. De hát azért lapos, mert már eladjuk a fazba. Beraktak egy ülést, nem sértem, értedek. De hát... Szar az egész. Kecsiszt. Azt a kúr. Amúgy nem azért az autó. Amúgy nincsen baja. Annyira? Csak kicsit... Hát... Na. Igazából tényleg hibátlan az autó. Egy-két kisebb apróságot elfelejtve, hogy nem lehet fejteni a motorra, szerintem egyébként nincs benne motor. De most már átalakítottuk elektromosra. Azért kellett az ülés is, mert ugye az ilyen Tesla motorral menne. Aztán ugye most már egy jobban megy kereszt, mert első kerékhajtásos lett. Amit láthatok már, beszakban is kapott a túlzott erőtől. Hát igen, hát 1000 lóerő köpcentivel. Nem tudom. Itt a súlycsak is véget. Tettünk be 3 darab fél cigát. Hogy amúgy menjen is. Mert tapadáshoz kellett. Nem volt tapadás, geci. Úgy kellett leszorítani kézzel. Azért csak rakunk fel egy kipifogót, de csak az elektromotor kedvéért kap. Itt megy ki a meleg levegő, amit hűt ugyan az elektromos motor. A rendszámot ne nézzétek, azért van rajta a geci, mert hát... Geci. Ez egy kurva geci kocs egyébként. Még füstölni is, mint pedig elektromos amúgy. Szóval kegyetlen amúgy. De amúgy egész jó, de most, hogy elektromos lett. A gyári motorja azért, hát már picit erőtlen volt. Meg azután kinyírta, az ajtó nem csak úgy jön. Ez az elektromos motornak a hibája. De ugye... Ez a csík, az azért van rajta, mert ez a csík darab a dimenzió lapozik. Ezt úgy kellett rárakni, hogy konkrétan napszövőben nézem, de ferde. De ferde, mint a... Na mindegy. Van itt a két lámpa ugye, hát kapott ledet, csak nem látszik, mert nem működik. Itt kivágtuk az egészet, mert kellett a hűtés az elektromos motornak, még egyszer mondom. Mert a Tesla-nál megoldották az akkumulátorokat, hát itt nem akkumulátorokkal működtetjük, hanem napfénnyel. Hát ez most elműködik be vízbesből. Ezért nem indul be? És ezért nem indul, tehát mutattam, hogy milyen működik. Az autó nagy része ugye, hát nem működik. Hát látod, hiába indítod. Akkor sem működik. Csukodik gyerekek. Amúgy igazából az Viktornak az autója. A lengéscsillapítókat most cseréltük ki, keményítettük rajta. A gumi az nem azért... Táncolnak. Mert kemény a futbolból, aztán ilyenkor azért benne van a pakliba, hogy egy-kettő levegő elszökik. Itt a hátsuk, miről azt kell tudni, hát nem kopik, mert másik kerekes. De látik a defektet is.
Szarabból csüktöbben benni, mint te. Itt a kúpasztó matica. Ez tényleg nem csugódik be. Na, jó, bemondd be! Ez becsugódik. Benne van a térhagy, azért a súlycsökkentésnek ára van. Hát a kúposztó, hát osztani osztja a levegőszennyezést. Mert hogy azért füst, hanem elektromos lottam, hogy a jég befele benne. A szénkefék ugye, hát igen. Ez a két kábel pedig a töltést. Gyere, mutasd meg! Itt kell tölteni, az is nem látod a pattod, geci. Ez a plusz, ez meg a másik plusz. Hát igen, nem minusz, hogy plusz van, hanem igen. Ez már nem az a 1002S, hanem 10000-es, mert már 10000 wattos elektromos motor van benne. Mondom, ezt a sarat azért kell észrevenni, ez a dizájn miatt. Számtani volt. Hát igen, már ekkor lehet rákötni a kábelre. A másik probléma, amit észre lehet venni, hát igen, ez egy nagyobb probléma, de ez is az akkumulátor miatt van, de nem kell már benzin bele. Jaj, ne veszed, mert az akkor meg fog ölni. Már így is meg fog ölni szerintem. Na, szóval a másik probléma az autóval, hogy semmi baj nincs egyébként. Ja, bocsi van. Hát, sáros. Sáros, de hogyha sáros. De észrevehetitek ott a rés problémáid, de a kis folyam befér. Bocsi, ez. Ott nem megy be. A tank, az úgy, jaj, itt nem. Ja. Egyébként nem, amúgy itt kell tölteni, csak a kulcsos, tehát nem lehet most tölteni. Úgy meg benne van, de hát értitek. Ennek különböző akkumulátor hűtési funkciói vannak. Tehát, hogyha megnézzük az egész sötétített ablakon már rajta, megoldottuk sárral. Mert hogy jaj, itt nem lehet megfogni. Na ugye, hát volt, amikor nem adjak a kanyarnyi. Most, hogy első kerekes lett, nagyon keményen megy keresztbe. És amikor azt mondja, hogy nincs forgalmi, az igaz. Csak nyomtattunk egyet. Egyébként. Látható itt egy kút. Ez azért van, hogyha felborulsz, ki kellett venni az ablakot vele. De nincs rá szükség, mert működik benne az elektromos ablak emelő. És látod? Be lehet baszni. Ennyi. Másik problématika egyébként, hogy le kéne mosni. Nyugi Viktor. Le van. Most postam a kérdés. De szóval, ez a horpadás itt, nem horpadás. Még egyszer mondom mindenkinek, most mondom elsőnek igazából, ez egy vicc volt. Az autó hibátlanul megy keresztben minden. Az első kereke most vettük készül, tényleg amúgy lapos. És a Fence már múltkor is észrevett, hogy elkezdett ugye a vízbe úgymond buborékozni. Úgyhogy az azért lapos. Ezeket a hibákat meg úgyis Viktor megcsinálja. Az ülés az most rakta bele, nem tudom, hogy egyébként ezt láttátok-e. A viccet félretéve egyébként működik az autó, és beindítanál nektek szívesen, de azért Viktor ketté törne mindenkit. Fontosabb az, aki beindítaná. Itt meg az környezik. Ja, jól, hagyjuk abba. Itt az ilyen sáros, mert a legutolsó, hát mondom, a csapatos videó, amit ki van rakva, abban ővel is tett lembe. Sokszor nem adta ki, és sokszor egy árak. Sokszor ugye, ahogy esélyben nyomták, aztán utána minden. Igazából működik, majd Viktor meg berakja a másik ülést, meg elő, és ez a biztos videó az nem tudom. Van erre videó, de rakva az ülés? Nincs erre videó, majd akkor a másik van benne. Hát igazából ez nem fel, de csak mondtam valamit, hogy legyen a videóban. Mindegy. Szóval nem elektromos, hogy tudjuk, hogy milyen motoron benne, de mindegy.